Pozdravljam naše gledatelje, pogledajte naš hrvatski TV magazin. Ostanite s nama. Predaja jaslica. Održana je svečana predaja jaslica u Semelju, Hrvatski klub Augusta Šenoje. Ovogodišnji planovi i priredbe Pečuškog hrvatskog kluba. Baranja naša. Voljeni kraj. Izdana je knjiga sa fotografijama o ljepotama baranjskih hrvatskih naselja. Kirbaj. Održan je kirbaj u čast Svete Ane u Dombovaru. Predali su jaslice u baranjskom naselju Semelju, u kojem pretežito žive Hrvati. 200-milijunska investicija realizirana je uz državnu potporu. Mališane čekaju već od rujna u novo predanoj zgradi. Ustanova pomaže obiteljima koji rade, jer se osnivanjem jaslica stanovnici naselja mogu osjećati kao da svoju djecu ostavljaju u sigurnim rukama. Semelj je na putu razvoja jer je prošle godine svečano otvorena seoska kuća, također iz mađarskih državnih sredstava. Modern mini bölcsödét adtak át a Pécs közelében lévő Szemelyben. A településen vagy a városban dolgozó szülőknek igen nagy segítség, hogy helyben tudják kisgyermekeiket bölcsödében elhelyezni. Egy utcára lakunk, tehát csak áthozom reggel, és nem kell vele ugye bemennem a város sűrűjébe, ami körülbelül fél órát elvesz ugye egy irányba, plusz vissza is, hogyha bármi gond van, akkor el tudok érte jönni akár, de mondjuk itt fogok én is dolgozni, mint gyógypedagógus és kisgyermeknevelő, tehát itt lesz ő velem. Tágas belső tér, nagy udvar, kiválóan koordinálható bölcsödei dolgozók teszik igen kellemessé, praktikussá az új mini bölcsödét. Itt minden a kisgyermekek érdekét, zavartalan fejlődését szolgálja. 20 hónapostól 3 éves korig szeretnének gyerekeket fogadni. Egy csoportunk lesz, 7 kisgyermeket tudunk befogadni. Elsősorban Szemei lakosságnak a gyermekei. Személyi lakossággal, ha nem tudjuk a 7 kisgyermeket föltölteni, akkor bizonyos százalékig különböző környékbeli falukból vagy Pécsről is fogadunk gyerekeket. Egy csoporttal rendelkezünk, nagyon szép az épületünk, fürdőhelység, játéktároló helység, tálalókonyhánk, irodáink vannak, és egy gyönyörű nagy udvarunk, ami a gyerekeknek a játékát szolgálja. Hozott étel lesz, tehát tálalókonyhánk lesz. A dolgozóinkról kettő kisgyermeknevelünk lesz, amiből az egyik én is leszek a vezetőbeosztás mellett, és egy 8 órás dajkánk is lesz, és egy 4 órás dajkával is rendelkezünk. Így nagyon jól meg tudjuk egymás között oldani a szabadságolásokat, betegségeket, tehát semmilyen fennakadás nem tud a munkánk során közbeszólni. Nincs óvodánk, ugye ez az első intézmény a faluban, tehát nem tudtuk volna máshogy a dolgozókat csoportosítani, és ezt tartott a polgármesterünk a legjobb megoldásnak. A településen zömében horvát származású lakosok élnek. Horvát szemszögből nézve is nagy öröm számukra egy ilyen bölcsöde létrejötte. Tervezik horvát bölcsödei dolgozók alkalmazását is, főleg a kisgyermekek anyanyelv használata elsajátítása miatt, mondta Sárosác Mihály, a Szemei Horvát Önkormányzat elnöke. Reméljük azt, hogy amikor szeptemberben ténylegesen megindul a munka itt a bölcsödében, hogy lesz olyan személyzetünk is, aki beszéli a horvát nyelvet, és netán a horvátul is fognak tanulni egy keveset a gyerekek, és ez egy előlege annak, hogy később majd a horvát oktatási rendszerbe is be tudjanak lépni ezek a gyerekek. A horvát iskolába, gimnáziumba, nehogy Isten a horvát tanszékre, Pécset. Szerencsések vagyunk olyan szempontból, hogy az iskola rendszernek és a pedagógiai rendszernek az összes állomása megyénkben megtalálható. Tehát ilyen szempontból akkor ez a kis település Szemely közössége is könnyebben hozzáférhet majd a gyerekek révén a horvát.
horvát kultúrához. Itt remélem, hogy ez ennek a kiteljesedésében segíteni fog ez a bölcsőde feltétlenül. A település célul tűzte ki a lakosság megtartását. Kumli József Ferenc polgármester bízik abban, hogy ezzel a fejlesztéssel ezt sikerül is elérniük. A falu egyben fiatalodik is, hiszen sok fiatal pár költözik ide. Európa Uniós és kormányzati támogatással valósulhatott meg, a településnek nem kellett ehhez pénzt hozzátennie, 100%-ban uniós és kormányzati forrásból. Valósult meg itt az első kapavágástól, a telekvásárlástól kezdve a teljes berendezésig megvan a finanszírozásunk, és hamarosan úgy látjuk most, hogy meg is fogjuk tudni nyitni a működési engedélyek beszerzése van folyamatban, tehát hamarosan meg is fogjuk tudni nyitni a bölcsödénket. Úgy tervezzük, hogy szeptember hónapban el tudunk indulni, igen. Gyerekek, már egy ilyen előzetes felmérést csináltunk, gyerekek létszám lesz, azzal nem lesz probléma, a dolgozói létszám, dolgozók kiválasztása zajlik, a pályázatok elbírálása, és hát várjuk izgatottan a megnyitást. Szemeiben fontos a múlt örökségének gondozása, hiszen egy horvát-magyar kettős identitású településről van szó. Tavaly felépült a 25 éve megtervezett faluház magyar nemzeti forrásból, most pedig a mini bölcsöde, mondta Hoppál Péter, a térség országgyűlési képviselője. Ezek egyenként is közel 200-200 millió forintos beruházás, ez a legjobb helyre érkezett társadalmilag, hiszen egy 416 fős Pécs közelében elhelyezkedő falu a jövőjére gondol, és ezt az ambícióját segítette ez a két fontos kormányzati döntés. Ezen kívül még számos magyar falu program pályázatot is nyert ez a falu, és ez példát ad a környékbeni településeknek is, illetve egész Magyarországnak. Ez folytatódni fog, úgyhogy azt mondhatom, hogy a jövőben is lehet arra számítani, hogy ahol vállalják a gyermekeket, ott az infrastruktúra megteremtésében is segítségül lesz a polgári kormány. Európában, Magyarországon van a legnagyobb családtámogatás. Legyen bármilyen válság is, a polgári nemzeti kormány nem tágít a jövőben sem a családok támogatásából, tette hozzá Hoppál Péter, a térség országgyűlési képviselője. Hrvatski klub Augusta Šenoe je gotovo već 40 godina jedna od najvažnijih ustanova Hrvata u Mađarskoj. Njegov je zadatak organiziranje kulturnih priredaba za mnogobrojnu hrvatsku zajednicu u Pečuhu i njegovoj okolici. Hrvatski klub August Šenoe ujedno podržava i koordinira kulturni, umjetnički i znanstveni život Hrvatske nacionalne zajednice u regiji. Hrvatski klub dobio je ime po slavnom hrvatskom književniku Augustu Šenoi, koji je u ovom gradu pohađao gimnaziju. Sam klub djeluje od 1982. godine u nedavno obnovljenoj zgradi, koju zgradu je još darovala poljoprivredna zadruga iz Starina. Evo ovako, treba znati prije svega da pomoću održavatelja, dakle Hrvatske državne samouprave, smo sa strane vlade dobili veliku potporu za totalnu obnovu Hrvatskog kluba, tako da evo, bila pandemija, došlo je do te obnove, pa nam je bilo teško i raditi i efikasno nismo mogli, smo stajali u jednom mjestu, ali eto, hvala Bogu, izložba je otvorena. Na otvorenju smo dobili od grada Pečuha, kome je Zlatko Prica dao jedan značajan fond slika, njegovu izložbu smo imali, a sada nakon toga imamo jednog kolekcionara iz okolice Zagreba, koji je veliki ljubitelj i mecena hrvatskih slikara. On nam je sada donio, Stjepan Pohižek po imenu, jeli, i on nam je sada donio zagorske slikare. Dakle, to su radovi slikara koji žive i rade u Zagorju. Hrvatski klub iza sebe ima brojne samostalne manifestacije, od kojih je jedna od najistaknutijih adventski koncert u Pečuškoj katedrali. Organizacija ovog predbožičnog događaja već je u tijeku. Prema planovima, ove će se godine održati u petak, 6. prosinca. Klub se trudi organizirati priredbe za sve naraštaje u više kategorija, tako se trenutno bavi s dječjom i omladinskom programom.
Evo tu na klupi se pored mene vidi da je kao CroArt, odnosno jedna za djecu i za cvjetanje pokrenuta jedna akcija sa pomoću Hrvatske, isto sa samouprave županijske, jeli, i eto, djeca uglavnom iz naše škole, iz Krleže, uče crtanje i modne kreacije i eto tu preko cijelog tjedna smo, pretprošlog tjedna, imali jednu radionicu i cjelodnevni boravak za djecu, tu je oko 20 djece sudjelovalo preko cijelog dana. I slobodno su mogli birati da li će ostati do i nakon ručka ili hoće ručak, neće do ručak. Dakle, moglo se to birati ko kako hoće i roditelji kako su zauzeti. Smo to sve držali pred očima. Nadam se da će se to nastaviti na jesen. Planiramo nadalje izložbe, književne tribine. Nedavno smo imali ovdje prikaz knjige Dinke Šokčevića, koji je napisao jedan sažetak povijesti Hrvata u Mađarskoj. Mi imat ćemo druge priredbe, još tu je bio dan tiska što je Hrvatska državna organizirala i više takvih priredava postoji gdje mi dajemo mjesto, mada nismo mi glavni organizatori. Svakako želimo na jesen pokrenuti jedan ne tečaj, nego kružok bivše ili za fotografe, isto za djecu. Uglavnom to bi bili naši djaci iz Hrvatske škole Miroslava Krleže. Uz događaje i ulogu u životu Hrvata u Mađarskoj, važno je istaknuti da klub od početaka daje dom ženskom plevačkom zboru Augusta Šenue. Odnosno, moram još istaknuti da je i ženski pjevački zbor Agušenova i sam klub Agušenova ove godine slavi 40. obljetnicu. Dakle, klub radi od 1982. godine, isto tako i pjevački zbor. Nadam se da ćemo zajedno lijepo slaviti, ja mislim, jednu izložbu ili o radovima kluba, odnosno slika ili o radovima onih izlagača koji su nama ovdje ostavili, da kažem, za 40 godina puno slika se sakupilo i jedan presjek od tih poklona, tako reći, onda bismo jednu izložbu napravili, jedan simpozij, pa onda bi bio u Hrvatskom kazalištu eventualno jedan program kulturnog karaktera. Hrvatska samouprava Baranjske županije među ostalim projektima i programima izdala je knjigu sa fotografijama pod naslovom Baranja naša, voljeni kraj. Milica Klajić-Tarađija, zastupnica samouprave, je uredila i odabrala tekstove. Kako i sam podnaslov govori, kroz Baranju u slici i u tekstu. Pored divnih fotografija o hrvatskim naseljima u Baranji možemo pronaći i kraće opise o vrijednostima baranjskih Hrvata. Hrvatska samouprava Baranjske županije izdala je slikovnicu pod naslovom Baranja naša, voljeni kraj, koja je publikacija u slikovnom i tekstualnom smislu jednako važna, pošto svaki mali element na jednoj slici ima poseban značaj, te tekstovi u slike nas vraćaju u prošlost naših predaka. Knjiga nastoji ispuniti prazninu pri prikazivanju baranjskih Hrvata. Drago mi je što će se o toj knjizi govoriti na malim ekranima i da će se pokazati onim ljudima u stvari kome je ona namijenjena. Do sada smo imali jednu, kako da
kažem, službenu promociju, ali inače se govorilo na dvije ili tri prilike o tom izdanju. Ne bi točno rekla da je slikovnica, ali slike su jednako važne kao i sam tekst. Uglavnom, ja sam tom knjigom htjela i moji suradnici htjela odati počast onima ljudima koji su ili fotografirali ranije te ljepote naše, ili su pisali o Hrvatima u Županiji Baranji, ili su u stvari napravili one crkve, ili sagradili one crkve, ili izrezbarili one kipove o kojima, recimo, koji su objavljeni u toj knjizi. Ja bih rekla da je to kao mađarsko izdanje Kinčeš Boronjo. To je u stvari hrvatska, hrvatsko-baranjsko blago, ako mogu tako reći. Hrvatskoj samoupravi Baranjske županije trenutno pripada 34 hrvatskih naselja, koja naselja su prikazana i u izdanju Baranja naša voljeni kraj. U stvari, gledali smo samo na samom početku da to budu zastupljena sva naselja, makar s jednom fotografijom, a pogotovo ona u kojima postoje hrvatske narodnosne samouprave i koje su samouprave aktivne. Naravno, ima naselja gdje je više događanja tijekom godine, koji su, sad ne bih rekla, aktivniji, ali gdje ima više ljudi koji su više zainteresirani za kulturu, za hrvatski jezik, za ples, za nošnje i tako dalje. I tako će onda biti, recimo, iz Mohača ne samo djeca u narodnoj nošnji, nego će tamo biti Buše, tamo će biti veliki omladinski sastav, tamo će biti Dunav, jer Dunav, nažalost, teče samo tamo. Mi bismo voljeli da ima i ovdje, ali ga ovdje nema. Pa onda Martinci, jel, naravno, gdje je, recimo, spomen ploče razne, pa kipovi onih pjesnika, onih velikana koji su živjeli upravo u tom mjestu. Pa onda, naravno, folklor ne može izostati, pjevačke grupe nisu, naravno, izostale. Gledali smo da budu zastupljene onda svi oni koji rade i koji su radili, zato da bismo mi danas, evo, mogli govoriti upravo na hrvatskom jeziku za hrvatsku emisiju o hrvatskoj tematici. Cilj samouprave s ovim izdanjem je da knjiga dospije u svaki hrvatski dom i da ojača identitet i pripadnost hrvatskoj manjini. Međutim, ako netko želi da se o toj knjizi više govori, slobodno nek se javi gospodinu Mišu Šarošcu i onda ćemo izorganizirati promociju, jer ja mislim da bi lijepo bilo da se ne zataji ta knjiga, jer svima nama je ona dobro došla. I samo još uzgred rečeno, prva misao što nas je oko toga vodila, budući da je bilo o tom riječi kako će biti popis pučanstva, i upravo to je bio cilj, da se naši ljudi rado izjašnjavaju kako oni pripadaju Hrvatima. Ako imaju jednu ovakvu knjigu, ta će im knjiga svakako u tome pomoći. U skladu sa stoljetnom tradicijom i ove godine u Dombovaru održana sveta misa u čast Svete Ane. Stotine ljudi okupilo se četvrte nedjelje u srpnju kod kapelice koja nosi ime Sveta Ana. A terület, ahol a Dombovár szőlőhegyi Szent Anna kápolna található, évszázadok óta számít búcsújáró helynek. A legenda úgy tartja, az itt található forrásnál egy csősznek jelent meg Szent Anna, Szűz Mária édesanyja, amint egy kisgyermeket mosdatott. Az épületet 2004-ben újították fel, azóta pedig rendszeresen tartanak ott ismét egyházi búcsukat, katolikus szertartás rendszerint. Gyakorlatilag a szőlőhelyre költöztünk 1997-ben, de hol vannak gyökereink, szőlőhelyi gyökereink a családnak és a rokonságnak itt a szőlőhegyen, és hát minden vágyunk az volt, hogy ide kerüljünk, és amikor ide kerültünk, már ismerős volt ez a kápolna, nagyon szerettük magát a búcsút gyerekkorom óta, és bekapcsolódtunk ennek a kápolnának az életében, és egyre inkább átvettünk feladatokat. 18 évvel ezelőtt aztán sokan a Varga Stadler család kezdeményezése mellé álltak, és az 1700-as években épült kápolna felújításába kezdtek a környékbeliek. Most sikerült összefogni az akkori cégem, ahol dolgoztam, a partneri körét, külföldön és Magyarországon is, illetve a helyi lakósokat, hogy megújult ez a kápolna 2004-ben. Tehát egy nagyon abszolút leromlott, nagyon rossz állapotú volt, és mondhatom, hogy akkor mindenki, mesterek mellé álltak,
és hát gyakorlatilag nagy örömünkre akkor újra szentelték, és innentől datálódik az, hogy igazából kézbe vettük Eskütt Norberttal, igazán ő, aki még mellettünk áll, dombóvári vállalkozó, akik gondoskodnak a kápolnáról. De azt is el kell mondani, hogy ahogy itt elhangzott a mise után plébános úr szavaiban egyre többen segítenek, és az is nagyon jó, hogy a korábbiakhoz képest a város is nagyon szépen mellé állt a kápolna mellé, holott egyházi tulajdon, de mindenben segítenek. Szent Anna napja a katolikus hagyomány szerint július 26-a. Ez a dátum egyben a nagyszülők és az unokák ünnepe is. Dombóvár Szőlőhegyen az ehhez az eseményhez legközelebb eső hétvégén tartanak búcsút a kápolnánál. Ez a búcsú ez most az egész hétvégét magába foglalta, hiszen tegnap voltak a kulturális programok, egy kis bál a szórakozni vágyóknak, és ma a vasárnap pedig az ünnepi szentmise, ami valóban így van, hogy évről évre nagyon sok embert vonz. Nem csak innét a Szőlőhegyről és a városból jönnek el, hanem mindig érkeznek távolabbról, vidékről is vendégek, akik részt vesznek ezen a már hagyománynak számító Szent Anna búcsún itt a kápolnánál. A vasárnapi mise igazán különleges volt abból a szempontból is, hogy két nyelven hallhatták az igehirdetést az összegyűlt hívek, horvátul és magyarul. Szerencsére egy kedves vendégünk is volt, kollégám Barics Gábriel plébános atya jött el, aki horvát származású, és mivel itt a Szőlőhegyi kápolna környékén, illetve magának a kápolnának a rendbetételében nagyon-nagyon sokat segít a plébániai közösségnek a helyi horvát kisebbségi önkormányzat, és horvát vendégek is érkeztek a mai búcsúra, ezért helyén valónak találtuk, hogy nem csak az, hogy őt meghívjuk, hanem azt is, hogy néhány gondolatot szóljon horvátul is a jelenlévő horvátokhoz. A kegyhely környezete, ahol rendszeresen megtartják a Szent Anna búcsút, különleges tulajdonságokkal rendelkezik, így tartják róla a helyiek. Ha valaki ebbe el akarra mélyedni és belelátni, akkor el kell olvasni a Szepesi László költőnek a költeményét, hiszen a kápolnának az élete összefügg, és azért alakult, mert itt van egy forrás, a Szent Anna forrás, és a Szent Anna forrásnak gyógyító erőt tulajdonítanak, hiszen ez a kápolnak már több mint 200 éve épült, és gyakorlatilag ez a kápolna őrzi ezt a forrást, vagy viszont, tehát ha ezt el akarja olvasni, az kellő információt kap arról az egészről, ami igazán megérinti az embereket. Egyébként a mai napig is nagyon jó a vize, és nagyon sokan járnak napközben ide vizért, mondják, hogy kimondottan gyomorbátornak nagyon jó. A 2004-es kápolna felújítást hamarosan újabb követheti. Az egyház és a Szent Anna búcsú szervezői ugyanis már ezen dolgoznak. Mindig van egy ilyen kápolna körül tennivaló, illetve nem csak a kápolnára magára gondolok, hanem a környékére is. Ugye az elmúlt években több kis oltár is épült, ilyen szabadtéri oltár, illetve hát voltak már a régebbi kinti szabadtéri oltárok. És hát mindig van valami, ami megrongálódik, tönkremegy, és egyik évben a kápolnádban belül, máskor pedig kint kell valamit tenni, megvalósítani. Úgyhogy tényleg nagyon nagy dolog az, hogy komoly összefogás van a helyi szőlőhegyiek, a szőlőhegyiek, a dombováriak, illetve a horvát önkormányzat segítségével. Hát évről évre mindig tudunk valamit alakítgatni, illetve ami megrongálódik, tönkre megy, az pedig megjavítani, vagy kicserélni. Dombóvár Szőlőhegyen, tehát a több száz éves Szent Anna kápolnára minden bizonnyal még hosszú élet vár. Hvala vám na današnjoj pažnji i vidimo se opet!